Kedves vendégeink, kedves alkotó! Szeretettel köszöntöm minden megjelent kedves vendégünket, a Művelődési Ház vezetőjét. Külön tisztelettel és szeretettel köszöntöm a szakkör tagjait, Szabó Attilánét, Kerevics Attilánét, Nagy Máriát, Csábri Ernőnét, Horváth Alexandrát, Molnár Lászlónét és a szakkör vezetőjét, Vadász Erzsébetet. A szakkör tagjai szorgalmas hangyaként dolgoznak egész évben, és készítik újabb és újabb, szebb-nészebb nyakékeiket és égszereiket. Teszik ezt azért, hogy megmutassák mindenkinek, hogy azokból az apró színes gyöngyökből nagy akarattal, szorgalommal és természetesen szakértelemmel rendelkező szakkörvezető segítségével milyen csodákat lehet készíteni.